Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi várható február hónapban a nyilas jegyében születetteknél? Ezt megnézzük ennél a jóslásnál. Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kért tőlem ezt a havi jóslást, akkor az személyes, passzol a te helyzetedre. A díjam az 4000 forint. És most megtekintjük azt, hogy mit mutatnak a kártyák. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható. Ez a férfi utal a férfiakra, de lehet a te lelki társad is. A fejetek fölött lévő kártyák jelentik a gondolatokat. Ha te egy hölgy vagy, akkor ez a szív jelenik meg a gondolataidban, ami utal a szerelemre, a szeretetre, mindarra, amit kedvelsz. Az ő gondolataiban megjelenik a felhő, hogy valami átláthatatlannak tűnik számára, de rendezni akarja ezeket a dolgokat, hiszen itt az egerek segítenek eltávolítani a felhőt. Ő tisztázni akar valamit. Lehet, hogy február elején még nem tudja hogyan, de ez a terve. És most megnézzük az egyes heteket. Első hét február hónapban itt felül látható. Ez a kártya jelenti az utakat, hogy valami vagy valaki útban van hozzád. A felhő jelentheti az időt is, fél évet, hogy valaki visszatér a múltból, és ez a helyzet megismétlődik úgy, ahogy te ezt átélted fél évvel ezelőtt. Az utak jelenthetik a döntéseket is, amikor elgondolkodsz azon, hogyan tovább, melyik irányba. De február elején ezeket a döntéseket hozni túl korai, ez lehet, hogy ez egy nehéz helyzet, vagy egy rossz döntés lenne, hiszen itt még ott van a felhő, nem tudod hogyan tovább, vannak ugyan tervek, de nehéz ezt február elején megvalósítani. De legyen meg a bizalom, hiszen itt lesz egy új kezdet, a gólya jelenti a változásokat. A kislány és a gólya az jelentheti egy kisbabának a születését is, lehet, hogy nem nálatok, hanem a környezetetekben, hogy lesz majd ez a hír. Itt a madarak jelentik a könnyűséget, a beszélgetéseket, itt szeretetről, szerelemről, a gyermekekről vagy anyagiakról van szó. A kereszt az erősíti a hitedet, de jelenti a sors utakat is, amikor a sors utak kereszteződnek. Sőt, azt is jelenthetik a kártyák, hogy a pénz útban van hozzád. A kereszt itt ugyanúgy, mint itt az utak, jelentik a döntéseket, hiszen elérkezel az élet utadon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkodsz azon, hogyan tovább, milyen irányba. De ahogy itt a felhő megjelenik, itt is vannak még február elején korlátozások. Várj február közepéig, akkor jobb lesz a helyzet, vagy tudsz komoly döntéseket hozni. Második hét február hónapban itt látható. A ravasz róka jelenti a hamisságokat, negatív gondolatokat, rossz döntéseket, negatív érzelmeket, de jelenthet egy hamis személyt is. Az egerek itt segítenek, hiszen felfalják a hamisságot, a felhőt, és akkor itt megjelenik a horgony, a biztonság érzete, ahol le tudtok horgonyozni. A horgony jelentheti a munkát, a hivatást is. Lehet, hogy ebben a környezetben kell döntéseket hozni, vagy ott van még a hamisság. De lesz egy szerencsés fordulat, hiszen ez a kártya utal a csillagokra, ami szerencsét hoz. Ha te egy hölgy vagy,
akkor itt megjelenik előtted a park, és az jelenti a nyilvánosságot, hogy mások észrevesznek téged. Itt ez a torony lehet ugyan egy korlátozás is, de jelenthet egy magas, nagy épületet. Mivel itt van a közelben a hal, ami a pénzügyi dolgokat jelenti, ez lehet például egy bank is. Vagy szeretnél valamit kiépíteni, megnagyobbítani, hogy legyen nyeremény, bevétel, szerencséd lesz, mert ez sikerülni fog. Ez a kártya lehet egy hivatalos dolog, vagy egy bírósági ügy is, itt is lesz egy jó kimenetel. Harmadik hét, február hónapban itt látható. Ez a férfi áll a középpontban. Itt van a remény, hogy előre mennek a dolgok. Itt van a mozgás. Ez mindent jelenthet, ami mozog. Sport, autó, kirándulás, utazás, változások. Néha utal egy férfire, itt megvan a kapcsolat, ez lehet egy külföldi kapcsolat is, hiszen ez a csónak jelenti külföldet, utazásokat, külföldi kapcsolatokat. Itt a gyűrű jelenti a kapcsolatot, vagy lehet egy szerződés is. Mivel itt megjelenik a ház, ez lehet egy családi kapcsolat, vagy lesz egy új otthon, egy ház vétele vagy bérlete, és itt vannak a szerződések. Sőt, itt van a kulcs már a házhoz, ami szerencsét hoz, különösen, hogy áprilistól kezdve. Itt kisüt a nap, láthatóvá tesz valamit, megvilágítja az eseményeket. Utolsó hét, február hónapban, itt alul van, a kutya jelentheti a házi állatokat, vagy jelenti a hűséget, a barátságokat. A kígyó pedig a gyógyító erőt. Itt van gyógyulás, lehet, hogy ezen a területen dolgozik, de ez a kígyó lehet egy nő is, mivel ez a férfi megjelenik a feje fölött, utal a gondolatokra. Valami átláthatatlan, itt volt veszteség, ez a nő gondol rá, de ez a férfi lezárja ezt a kapcsolatot, hiszen itt van a hamisság, és a koporsó lezárja ezt a kapcsolatot, hiszen ez a nő vagy becsapta őt, vagy nem volt becsületes hozzá. Itt kinyílik ez a könyv, utal a nyitottságára, sőt, itt vannak a tiszta érzelmek, tisztázódik valami. Itt a fa jelenti a biztonság érzetét, ahol le tudtok gyökerezni. Vagy jelentheti például az erdőt, a fákat, és itt a ház a közelben lehet egy szép környezet is. Amit a fa még jelent, a gyógyító erő, ha valaki beteg a családban, akkor itt van a gyógyulás, itt van az életerő. Ha ezen a területen dolgozol, akkor itt ez a medve jelentheti a főnöködet, vagy főnöknődet, és a levél az lehet egy szerződés is. Ez a medve utal a te saját erődre is, ez lehet a belső erő, a hit. És itt ez a levél lesz egy jó hír, itt tisztázódik valami, a nap megvilágítja az eseményeket, itt van egy meglepetés, és ez a levél vagy meghívó útban van hozzád, és a kereszt jelent egy találkozást is, amikor a sors utatok kereszteződik. És ez volt a havi jóslás, kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dender Rám!